Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy olvasó vlog lesz, mégpedig egy nagyon-nagyon várt kötetről, ami nem más, mint Rachel Smythe-tól a Lore Olympos, azaz Olymposzi... igen, jól mondtam, Olymposzi História, ami egy webtoonos képregény, ami most lett kiadva kötetként angolul is, ha jól láttam, és megjelent a Cicero gondozásában magyarul is, nézzétek meg, milyen csodálatos, úristen. És ezt a kötetet én recenzióba kaptam a Cicerótól, amit ezúton is még egyszer nagyon szépen köszönök, és arra gondoltam, hogy mivel ezt szerettem volna a következő olvasmányomnak választani, így amint megjött, így befejeztem a legutóbbit, és ezt akarom elkezdeni, és arra gondoltam, hogy ebből csinálhatnék egy olvasó vlogot, mert bár képregény elég vaskos ahhoz képest, megnézhetnénk együtt, hogy milyen ez. Egyébként már belelapozgattam, annyira gyönyörű, eleve tetszik ez a kék, rózsaszín, lilás dolgok, ez így a könnyen megvesz engem kategória már alapból, de nézzétek meg belül is. Rosszul forgatom, nem így kéne. Vagy így. Legyetek. Belül is nagyon-nagyon-nagyon szép. Úgyhogy alig várom már, hogy elkezdjem. Szóval erről fog szólni ez a kis olvasó vlog, ahogy ezt olvasom. Egyébként azon kívül nem nagyon tudok semmit erről a kötetről, hogy tudom, hogy Persephone és Hadész szerelmének modernkori újramondása. De mint egy szeretem a görög mitológiát, meg a görög mitológia retellingeket, ezért gyanítom, hogy tetszeni fog. Elég nagy esélyt látok rá, és már nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz. És annyira gyönyörű. Nézzétek meg. Próbáltam hozzá alkalmazkodni, ha már Persephone a tavasz istennője. Szóval akkor ezt a kis kötetet most el is kezdem. Már nagyon-nagyon várom. Nagyon izgatott vagyok, nagyon izgulok. Elolvastam az első 5 fejezetet már, és eddig nagyon tetszik. Nagyon-nagyon szép a stílusa a rajzoknak, mondjuk ezt már igazából eddig is tudtam, de most így azért jobban látom, hogy milyen meg közelről. Nagyon kis vicceske is vannak benne, vagy hát voltak már benne jó kis poénok, és egyelőre annyi történt, hogy valami buliba mentek, és ott végül is Hadész meglátta Persephone-t, és nagyon tetszik neki, de tette egy kijelentést, ami miatt Afrodité megsértődött, és ezért egy ilyen kis hát bosszút eszelt ki ellenük, ami miatt leitatta Persephone-t, és berakták Hadész kocsijába részegen. És nagyjából így itt tartok, hogy így Hadésznál felébredt Persephone. De igen, eddig nagyon tetszik, és azt néztem, hogy már olyan sok eltelt belőle. Nem lesz ez elég, nekem úgy érzem. Gyorsan vége lesz. Pedig próbálom lassan fogyasztani, de hát nem lehet, mert nagyon gyorsan pörög. Ez a könyv túl cuki. Annyira cuki. Annyira jó jelenetek vannak benne. És amúgy rájöttem, hogy Persephone van egy-két ábrázolása neki a könyvben, amiben engem a Madagaszkárból emlékeztet arra a karakterre, ami mindig ilyen nagy szemekkel nézett, és nem tudom a nevét, de majd bevágok róla egy képet, és valaki összehasonlítja a könyvbeli néhány jelenektől, akkor tök úgy néz ki, majd mutatok olyat is. De eddig nagyon jó, nagyon cuki. Hogy megyek is olvasni, ez nagyon gyorsan be lesz így fejezve, és nem így akartam, de hát ez fog történni. Szóval most már itt tartok a könyvben, és hát kevesebb van hátra már, mint előtte, ami szomorú, mert ez nagyon kevés. És még nagyon sok
sztori van, mert valami száz, nem tudom, valahány, száz valahány fejezetből áll az első évad, vagy azt hiszem úgy volt írva, ahogy nézegettem, és ez csak az első 25 fejezetet tartalmazza, és eddig egyébként nagyon-nagyon jó. Amióta legutóbb bejelentkeztem, meg így mondtam, hogy mi történik, igazából volt egy kis háttérsztori Eroshoz, azzal elment egy pár fejezet itt a legutóbb, amit olvastam, de annyira szép képek vannak benne, például ez itt. Hát nézzétek meg. Hát annyira gyönyörű, nagyon-nagyon tetszik ez a... Azt hiszem ilyet, de szerintem ez ugyanúgy digitálisan van rajzolva, csak ilyen vízfesték hatású festékezős lapra, aminek nem tudom mi a neve, de hogy de nagyon szép a stílusa, és nagyon-nagyon tetszik, meg annyira jók ezek a színhasználatok benne. Úgyhogy igen, már csak ez a kicsi rész van vissza! És nagyon gyorsan le fog pörögni, és én úgy érzem, hogy nekem ebből még nagyon sok fog kelleni. És azt hiszem, hogy 2022 tavaszára van most kiírva a második rész, nem magyarul, hanem angolul, bár magyarul is most egyszerre jött a kettő, úgyhogy hát ha nézek a kiadóra szépen, hogy ugye lesz folytatás, mert én már most nagyon szeretem ezt a történetet. És ez az egy kötet nekem nem lesz elég belőlük. És igen, fodrásznál voltam. Fejeztem. És most szomorú vagyok, mert elfogyott a könyv. Úgyhogy lehet majd felszabadulok Webtoonra, mert én nem tudom mennyit várni, vagy hát nem érzem úgy, hogy tudnék várni a következő kötetig. Hát hú! Hát azt már elmondtam, hogy nagyon tetszett eddig, de a végére is nagyon-nagyon tetszett. Nagyon. Oké. Vége felé volt egy-két erős fejezet, ami egy kicsit még nem sikerült feldolgoznom. Hát kíváncsi leszek, hogy abból így a továbbiakban mi fog kialakulni, mert... Még jó, hogy a könyv elején van egy ilyen trigger warning figyelmeztetés, hogy vannak benne témák, amik egy embereket rosszul érinthetnek, mert tényleg volt benne olyan, hogy így mondtam a végén, hogy... Na mindegy. Igazából a konklúzió az az, hogy nyilván nem ment végig a történet azzal ért véget, hogy Hades végül eljött, hogy Persephone írt neki SMS-t ismeretlen számról, és felhívta, és itt lett vége a könyvnek, és a legvégére raktak egy bónusz jelenetet, ami a bundával kapcsolatban visszautal. Vagy hát egy ilyen kis szép kis kiegészítés, ami nagyon cute, meg wholesome, úgyhogy remélhetőleg ide fog kifutni ténylegesen a történet, de Úristen! Nekem tudnom kell, hogy hová fut és meddig megy ez a történet. Remélem nem lesz ilyen maratoni hosszúságú, mert akkor atyavilág. Nagyon-nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó volt. Nagyon tetszett, ahogy újra gondolta a görög isteneket, és ahogy őket beállította. Ez is, hogy igazából mindegyik saját színt kapott. Továbbra is a stílusa az egésznek nagyon-nagyon tetszett. Hú, nagyon jó volt, úgyhogy abszolút nem csalódtam ebben a kötetben, így teljes mértékben hozta azt, amit vártam előre, sőt, még többet is, mert mivel annyira nem tudtam róla sokat, itt csak azt vártam, hogy tetszen, és nagyon tetszett. Nagyon jó poénok voltak benne, én nagyon jókat kuncogtam rajta, úgyhogy ez egy must have, de tényleg, tehát ez tudom, nagyon büszkén fogom oda visszarakni a polcomra, és tényleg. Sőt, már bele is nyomtam az ex-libriszemet is, hogy
de nem jó helyre megy a fókusz. Ennek tépjen, úristen, sikítok. Szóval igen, nagyon-nagyon jó könyv, úgyhogy olvassátok. Nagyon szép. De nem volt eleget együtt benne Hades és Persephone, ez nekem nem volt elég, ez pár fejezet volt, csak nekem még ebből kell. Most. Rögtön. Most. Ilyet nem lehet csinálni, hogy volt pár fejezetük együtt, és akkor utána nem is találkoztak többet, és akkor vége van. Milyen dolog ez, kérem szépen? Milyen dolog ez? Na mindegy. Nem tudok erről többet nagyon magyarázni. Csodálatos. Csodálatos. Kívülbelül. Tényleg. Hát igen, ez nyilván egy rövidebb olvasóvlog lett, mint az átlagos olvasóvlogjaim. Vlogjaim, mert hát ez egy képregény, szóval azért gyorsabban lehetett vele végezni. Azért így is sikerült 2 napon keresztül olvasni. Úristen, és most várhatom, hogy jöjjön több kiadott rész belőle, vagy tényleg felmegyek webtúra. Vagy az egyik, vagy a másik meg fog történni. És gyanítom, a webtúnos előre olvasás mindenképp. De hát, hogyha majd jön ki a többi rész is, biztos, hogy szeretném majd mellette tudni őket. Biztos, ez tuti, az... Ez fix. Nagyjából akkor ez lett volna ez a kis olvasó vlog a Lore Olymposról, hogyha szeretitek a görög mitológiát, vagy a romantikus történeteket, vagy a képregényeket, szerintem bármelyik opciónál egészen nyugodtan, mert nagyon-nagyon jó, legalábbis szerintem zseniális. Nagyon tetszett az írói stílus, a sztorinak a stílusa, a rajzstíl, minden. Csillagos ötös. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!